A nyári időszakban, vagyis az iskolaszünet idején a Volánbusz bizonyos járatai más menetrend szerint közlekednek. Az iskolai szünet miatt egyes vonalakat kevesebb iskolás használ, más területeken viszont pont a szünidő miatt megnő a forgalom. Ezek a frekventált turisztikai célpontok, a vármegye székhelyen például az állatpark környéke. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében közlekedő helyközi járatoknak a menetrendi változásait akár a Volánbusz honlapján, akár pedig az utazás tervezőkben követhetik az utasok. Lényegében egy hasonló menetrend lépett életbe a nyári időszakra, illetve Nyíregyházán is a helyi autóbuszjáratok közül bizonyos városi járatok ritkítva közlekednek a nyári időszakban. A Sóstó gyógyfürdői területek kiszolgálásához indítanak több járatot. Ez azt jelenti, hogy sűrűbben közlekedik a 8-as és az 55-ös autóbusz, illetve hétvégén 8 eljelzésű gyorsjárat is indul, ami a vasútállomást köti össze a Sóstó gyógyfürdői területekkel. Ezen kívül hétvégén új 70-es járat is közlekedik, ez a Sóstói úti kórháztól a Múzeumfalu és a Szódaház utca érintésével közlekedik, megkönnyítve ezzel a Sóstó gyógyfürdő területén lévő turisztikai célpontok elérését. Ezeket ráadásul időnként akár retróbusszal is el lehet érni. Az Ikaruszok ikonikus járművek, évtizedekig meghatározták a tömegközlekedést használók mindennapjait. Mindenkiben kedves emlékeket ébresztenek, amikor ezeket meglátják. Így Nyíregyházán szerencsére egy korhű állapotban megőrzött autóbusszal is találkozhatnak az utasok, és mindig nagy sikere van, amikor ezt forgalomba állítják. Ez szeptember 1-ig péntekenként az 5 A-jelzésű, illetve az 55-ös járaton közlekedik, vasárnaponként pedig a 8 buszjáraton közlekedik. Ez az Ikarusz 280-as típusú retro autóbusz, normál díjszabással vehető igénybe. A jelentős változások, mint a járatritkítás vagy sűrítés mellett, a beérkezett utas észrevételek alapján kisebb menetrend módosítások is életbe léptek a vármegye helyközi autóbusz közlekedésében, például, hogy egy megszokott járat 2 perccel korábban indul. Ez kifejezetten fontos lehet azokon a kis településeken, ahol csak 1-2 óránként közlekedik autóbusz. A részletes menetrendről és a változásokról a Volánbusz honlapján lehet tájékozódni.